Sziasztok! Ez a videó. Ja, reggel van, úgyhogy azért is. Azért is lassú lesz ez a videó. Meg azért is, mert ez a terv direkt, hogy inkább kevesebbet beszéljek, de hasznosabb legyen. Itt van a videó puskája. Én se tudom elolvasni, pedig most írtam. Tehát lassú lesz ez a videó, és spirituális, úgyhogy ne nézd meg. Szóval, első pont kipipálva. A saját tapasztalataimat fogom elmondani. Mint ahogy a legtöbb videómban. És ezt nagyon fontosnak tartom leszögezni, hogy az elmélet és a gyakorlat között sokszor nagyon nagy a különbség. Van különbség. Egyáltalán. Tehát nagyon vigyázzunk azzal, hogyha valamit olvasunk, hallunk, vagy akár ebben a videóban, vagy bármelyik videómban, vagy bárkinek bármelyik videójában hallasz, sehol sincs ahhoz képest, amit te tapasztalsz. Ez nagyon fontos. Lehet, hogy más tapasztalt, mint te. Tehát, hogy nem hazudik, vagy nem mit téved, bár az is lehet, hanem egyszerűen lehet, hogy nálad máshogy működnek a dolgok. Tudományban is számtalanszor előfordult az, hogy valamit nagyon szépen logikusan levezettek, most is látok ilyet, sajnos, hogy nagyon logikusnak tűnik, és tartanak belőle előadásokat, és el is hiszik az emberek, csak a gyakorlatban nem működik. Szóval ez van. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ha már hallgatsz valamit, vagy olvasol, akkor kérdezd meg, hogy ez tapasztalat, vagy pedig elmélet. Nagyon fontos. De sokkal-sokkal fontosabb, hogy te kipróbáld, hogyha nem veszélyes vagy káros az az adott dolog. És akkor saját tapasztalatod lesz benne, és abba, annak higgyél, mert az a legezerszer hasznosabb, mint bármiféle elmélet, vagy akár másnak a tapasztalata. És nem akarok senkit megbántani, megsérteni. De ki kell mondanom, hogy sajnos a vallások is, a vallások nagy része az elméletek sorába tartozik, vagy hogy mondjam. Tehát lehet, hogy valaki számára tapasztalat, de akkor ez a tapasztalatairól beszéljen. Meg gyakorlatokról. Tehát mondok egy különbséget. Például tegyük föl, hogy az egyik vallás azt mondja, hogy mit tudom én, egy az Isten három személyben, meg hogy így úgy Szűz Mária, meg Jézus, meg Buddha, meg Brahma, Visnu, stb. Stb. És amikor Krishna itt járt, akkor ezt és ezt csinálta. Jó, ettől jobb lesz az életed? Hát nem. Szóval most elnézést tényleg minden vallásban hívő embertől, de a legfontosabb azt megtalálnunk, szerintem, hogy mitől lesz boldog életünk. És most az egy szintén egy elmélet, vagy hogy mondjam, hogy ugye élj úgymond a földi életben úgy, ahogy előírja egy könyv, és akkor majd utána szuper boldog életed lesz az örökké valóságig. Jó, és ha tévedés ez az egész,
Ja, mert hát azt mondták, hogy ezt a könyvet az Isten írta, meg ihlette, meg stb. Jó van, figyelj, tedd rá az életedet nyugodtan, és akkor majd lehet, hogy egy nagy szívás lesz a végén, mert akkor derül ki, hogy igazából ez mind nem igaz. Tehát én azt látom jónak, hogy mondjuk elmegyek egy jóga órára, kipróbálom, és akkor lesz egy tapasztalatom belőle, tapasztalom, hogy hú, ez nagyon jó érzés, meg utána többet bírok, meg frissebb vagyok, meg nyugodtabb vagyok, és akkor erre lehet alapozni, mert ez egy biztos dolog. De az, hogy most a Krisna miket csinált, meg ilyen dolgok, hát... És mindig gondolj bele, hogy azt egy ember mondja, tehát egy előadást meghallgatsz, vagy elmész egy istentiszteletre, és ott emberek beszélnek. Nem a Krisna beszél. Majd, hogyha ott egy ilyen fénylény, vagy egy akármilyen olyan lény beszél, hogy azt mondod, hogy na, ez igen, erre tényleg érdemes hallgatni, mert 50 méterről érzem, hogy milyen szeretet sugárzik belőle, meg stb. Stb. Mindenféle különleges képességei vannak, vagy ilyesmi, de amíg azt látod, hogy bakker, hát egy ugyanolyan ember beszél nekem, mint amilyen én vagyok, hát akkor... Tehát most én is, amiket mondok videóimban, sokszor elmondtam régi videóimban, hogy azt egy dolognak tekintsd, én is beszélek, elmondom akár a saját tapasztalataimat, de az sehol sincs ahhoz képest, amit te fogsz tapasztalni. Ezért mondtam rengetegszer, hogy meditálj, fénymeditációkat ajánlom, reiki, anamé gyakorlatokat ajánlom, saját tapasztalatom szerint. Tudom, hogy mindenfélék keringenek a neten. Én is sokat tudnék mesélni, de mindegy. Ez egy másik nagy téma. Anaménak rengeteg videója szól a tisztulási tünetekről, amit egyesek félreértelmeznek, és ugye írkálnak olyan cikkeket, hogy ők megbetegedtek az Anamé gyakorlatoktól. Hát akkor járjanak orvoshoz évekig, fizessenek több százezer vagy több millió forintot maszekorvosnak, és akkor a végeredmény a saját tapasztalatom szerint, meg mások, akik elmondták nekem, 99%, hogy semmi eredménye nem lesz. Na jó. Téma lezárva. Szóval saját tapasztalat. Még annyi, hogy így megtalálod a YouTube-on, hogy Anamé, tisztulási tünetek. És akkor rengeteg videót találsz. És akkor meg fogod látni, hogy mi ez az egész, ugye. Az Anamé gyakorlatok, a fénymeditációk, a reiki, és más, valószínű, hogy vannak más hasonló dolgok is, amik azt csinálják, hogy egyszerűen felgyorsítják a gyógyulási folyamatot, és ugye ez akár jelentkezhet fájdalomként, rosszulétként, negatív emlékek feljönnek, amik addig el voltak nyomva, stb. Stb. De hogyha ilyenkor az ember orvoshoz rohan, hogy például nekem is volt egy ilyen, hogy tartottam egy reiki tanfolyamot egy srácnak, aki nagyon lelkes volt, nagyon akarta, de aztán amikor eljött a tanfolyam napja, akkor most nem akarok rá rosszat mondani, megijedt még előtte, és felhívott, hogy rosszul van, meg minden, halasszuk el, inkább el, mondom, hogy nem. Mondtam neki, és megtartottuk, és közben is rosszul volt, hányt, meg minden, stb. Még egyszer mondom, a tanfolyam előtt már elkezdődött a rosszulléte, órákkal előtte. Tehát már délelőtt pedig, nem tudom, délben egy órakor, vagy mikor tartottuk a tanfolyamot. És tanfolyam közben is kiment hányni, visszajött, és azt mondta, hogy már sokkal jobban van. Hát ugye ez is egy tisztulás. A természetes tisztulása, öntisztítása a testnek, a hányás, fosás, sírás, stb. Tehát izzadás, ugye? De a, mit tudom én, 30 éve, vagy mióta a gyógyszergyárak
nagyon nagy mértékben beleszólnak, hogy mit tanítanak az orvosi egyetemeken, mert ők támogatják az orvosi egyetemet. Azóta ugye egy olyan orvos generáció jött ki, meg már a régi orvosok nagy része is olyan, hogy bármivel mész, egyből felírnak gyógyszert. Érted? Szóval nagyon durva. Amikor sok esetben elég lenne annyi, hogy azt mondanák, hogy figyelj, mozogj többet. Az én kisgyerekkoromban még ilyeneket mondtak az orvosok. Egyél meg minden nap egy almát, mozogj többet. Menjél ki. Volt olyan, hogy mondta az egyik, hogy most tavasz van, menjél ki a természetbe, minden nap legyél minél többet kint. Hát most mikor hallasz ilyet egy orvostól? Egyből írja fel a gyógyszert. Na, téma lezárva. Még egy utolsó példa, hogy még régen elmentem az akkori körzeti orvosomhoz. Körzeti orvosokkal is azt csináltam, mint most már mindennel, hogyha egy szolgáltatással nem vagyok megelégedve, akkor azonnal váltok. Rengeteg banknál voltam, rengeteg netes weboldalról rendeltem, és most már a harmadik körzeti orvosnál tartok, mert régen váltottam már rá. És nem is tudom, mikor voltam utoljára valami problémával. És megjegyzem, hogy nem az orvosokat akarom bántani, mert köztük is van olyan, amelyik nagyon nyitott a természetes, normális gyógymódokra, állandóan tanul, képezi magát, és szó sincs arról, hogy mindenre egyből gyógyszert írna fel. Mit akartam mondani? Ja, hogy még a második körzeti orvosomnál történt, hogy elmentem hozzá, hogy beszokott görcsölni a vádlim. És erre mit csinált? Hát felírt egy görcsoldót, amire nem találok szavakat. Tehát szerinte életem végéig, vagy inkarnáción végéig szedjek egy gyógyszert, ami valószínű 10 év alatt tönkre fogja vágni a májamat, vesémet, akkor már arra is szedni kell gyógyszert, stb. Stb. Tehát egyszerűen nem találok szavakat. Vádli görcsre, azóta már tudom, nagyon-nagyon egyszerű megoldás van. Naponta 20 másodpercig, igen, 20 másodpercig nyújtani kell a vádlit. Ennyi, és megszűnik. És egy ismerősöm tanácsolta ezt, kipróbáltam, és tökéletesen működik. És egyszerűen nem találok szavakat, hogy 5 évig, vagy nem tudom hány évig, 10 évig jár valaki orvosi egyetemre, és akkor ez a végeredmény, hogy bármivel jönnek, és akkor bum, egy gyógyszert felírni. Hát erre jó egy számítógép is, egy gép, mert ez nem kell ember. Hihetetlen. Na, jó van, nyugodj meg, Mátyás. Na. Most fogunk a második ponthoz érni. Szóval. Saját tapasztalataimat fogom elmondani arról, hogy a reiki, anamé, fénymeditációk és az ébredezés, spirituális ébredezés, a tökéletes állapotba viszi a lelket, testet, életet. Csak közben a kamerát rádugom a végtelen energiaforrásra, a hálózatra, mert az akúja már merül. Egy kis türelmet kérek. Lehet gyakorolni a türelmet. Többen mondtátok, azt hiszem ketten vagy hárman, hogy pont ezt szeretitek a videóimban, hogy olyan, hogy megnyugodtok tőle, amitől nagyon-nagyon örülök. De van, aki meg, hogyha nem lát a videó elején robbanásokat, meg nem tudom mi. Hát akkor minek nézze ezt a videót?
De hát jól van ez így. Szóval, saját tapasztalatom, de valaki más sokkal jobban megfogalmazta. Akitől Moji idézte, nem tudom ki az az illető, már nem emlékszem, hogy ébrenlét állapotában, spirituális ébrenlét állapotában természetesen, minden pozitív tulajdonság spontán módon megnyilvánul. Tehát ezt én is tapasztaltam. Hogy ugye vannak személyiségfejlesztő tréningek, meg stb. Rengeteg módszer, van pszichológia arra, hogy hogyan fejlesszünk ki úgymond pozitív lelki tulajdonságokat, igaz? Neked is lehet, hogy van sok célod, hogy szeretnék nyugodtabb lenni, okosabb lenni, türelmesebb lenni, mit tudom én, erősebb lenni, testileg, lelkileg, stb. Rengeteg tulajdonság. Na most, amikor spirituális értelemben ébren vagyunk, más szóval megvilágosodtunk, ami nyilván, hát a legtöbbeknél egy pici ideig tart csak, tehát mit tudom én, először talán csak másodpercekig, aztán sokkal később mondjuk percekig, és így tovább. Tehát nagyon-nagyon ritka az, hogy valaki felébred, és úgy is marad. De ezekben az állapotokban minden pozitív tulajdonság spontán módon megnyilvánul, amit én is tapasztaltam. Tehát akkor nem kell arra figyelni, hogy most nyugodtabb legyek, szeretettelibb legyek, bölcs próbáljak lenni, vagy ilyesmi, hanem automatikusan magától ez van, hogy bölcsebb vagy, tehát bölcsességek jönnek ki a szádon, nyugodt vagy, szeretetteli vagy, stb. Ez nyilvánul meg a Matrixban, ez nyilvánul meg az emberi földi életedben, ugyanis valójában ilyen vagy. Tökéletes. Isten, ha úgy tetszik. Vagy valaki úgy mondja, hogy fény lény. Én úgy mondom, hogy fény, teljes energia, stb. Stb. Ki hogy nevezi. Tehát nagyon fontosnak tartom leszögezni, hogy tökéletes vagy, tökéletes voltál mindig is, fénylény voltál mindig is, Isten voltál mindig, most is ez vagy, és ez is leszel mindig. Csak egy bizonyos ideig egy emberi testtel azonosítottuk magunkat, nagyon eltávolodtunk az igazságtól, az igazság tudatától, tudásától. Ugye egy lény, aki magát egy ilyen fizikai testtel azonosítja, és azt gondolja, hogy igazából ki van szolgáltatva a véletleneknek, a szerencsének, a nagyvilágnak, betegségeknek, baleseteknek, stb. Persze, hogy szenved. Elfelejtette az igazságot, hogy ő egy végtelen életű, tökéletes lény, és most csak játszik egy játékban, ahol semmi sem véletlen, ami egy rendszer, pozitív értelemben, vagy hogy mondjam. És ez a lényeg. És igazából minden nagy tanító erre emlékeztetett, a Jézus nevű inkarnáció is. Hogyha az eredeti tanításait nézzük, nem a Bibliát, meg nem a Vatikán tanítását, akkor állandóan visszatért, tehát volt egy térő része a tanításának, vagy hogy mondjam, tehát állandóan visszatért ahhoz, hogy fény vagy, szeretet vagy, stb. Nem így fogalmazta meg, de ez volt a lényege,
és hogy ébredj fel. Még a Bibliában is benne van, hogy azt mondja, hogy az igazság szabadokká tesz benneteket. Tehát az igazság arról, hogy ki vagy, meg hát mindenről igazából. Egy kicsit egy negatív rész következik. Ugye a Vatikán ezt teljesen megfordította. Kitalált egy félelemre alapuló vallást, hogy félni kell az Istentől, rengeteg szabályt betartani, meg a pokoltól is, meg ördögtől is félni lehet, és egy senki vagy, porból lettél, porrá leszel, de hogyha hozzánk bejársz a templomba, ugye mi megbocsátjuk a bűneidet, persze Isten, de hát ugye rajtunk keresztül, és akkor majd a túlvilágon meg lesz a jutalmad. Meg fizessél egyházi adót. Zárójel bezárva. Bocsánat az a negatív részért, de ez nagyon, nagyon fontos volt sajnos elmondani, hogy pont megfordították a tanítását, Jézus eredeti tanítását, amiről láthatsz egy csodálatos videót, meg több csodálatos videót igazából, ami a Bibliából kimaradt, az a címe, hogy Avatara, kötőjel, ami a Bibliából kimaradt. Az első 30 perc az bevezető, aki nem szokott hozzá Avatara beszédéhez, stílusához, annak nagyon lassú lesz, vontatott lesz, de igazából ez a jó előadás. Nem az, ahogy én beszélek, mert egy kicsit gyorsan haladok, nem is kicsit. De van, akinek még ez is lassú, mert ugye a mai nyugati társadalmi fiatalok ahhoz szoktak hozzá, hogy pörögjön minden, mint az állat, menjünk gyorsan. És hát ugye úgy járnak sajnos, mint a mókus kerékben, hogy fut, 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 és sehova nem jut el, egy helyben marad. Szóval Avatára nagyon szépen, lassan, részletesen, alaposan mondja el a dolgokat, de ez a mai embernek lassú. Pedig pont ez a jó, mert így mindenki meg fogja érteni és meg tudja érteni. Avatáráról is mindenféle negatív cikkek, meg mindenféle kering. Én, hogyha a saját rengeteg előadását megnéztem, és abszolút azt látom, és azt érzem, hogy egy csodálatos lény, abszolút szeretettel teli, ami nagyon-nagyon ritka a Földbolygón, precíz, korrekt, ami szintén ritka, objektív, úgyhogy egy csodálatos tanító. Ennyi. Szóval, ami a Bibliából kimaradt, az első 30 perc bevezető, de azt is nézd végig. Egyesek így mondják, hogy fú, hát hogyha egy videó 5 percnél hosszabb, akkor ő már nem nézi meg, mert neki aztán nagyon sok fontos dolga van, meg nincs ideje erre, nincs ideje arra. Hát gyerekek, mindenkinek 24 órából áll a nap, ez közhely, de nagyon igaz, és ezt mindenki maga osztja be. Hogyha vállaltál 3 gyereket, akkor 20 évre vállaltad ezt, hogy egy más lényeket szolgálsz, azért, hogy ők is itt játszhassanak a játék en a színterén, amit földbolygónak neveznek. Te választottad, nem állt ott senki géppuskával, hogy vállalj be 3 gyereket, igaz? Nem én vagyok érte a felelős, hanem te. Megvannak az örömei, megvannak a lemondásai, nehézségei, stb. Csináld végig, és utána annyit vállalj, amennyit akarsz. De neked is 24 órából áll a nap, te döntöd el, hogy mire szánod. Volt olyan anya, aki pont azt mondta, hogy ő pont azért fel kell hajnali 4-kor, és lemegy futni 1 órát, és utána hazamegy, és elkészíti a gyerekeinek a reggelit, és utána ébreszti fel őket, és viszi oviba, meg stb. Stb. Pont azért csinálja ezt, pont a gyermekei miatt, hogy az édesanyjuk
egy testileg, lelkileg egészséges anya legyen, ne pedig egy idegbeteg roncs, aki már, mit tudom én, hány évesen majd elmegy, hanem azt mondta, hogy ő nagymamaként is, tehát nagymama is szeretne lenni, úgyhogy ezért. Úgyhogy ne jöjjön senki azzal, hogy nincs ideje. Mert mindenkinek arra van ideje, amire szán. Tudom, hogy kemény szavak, és sajnálom. Nekem is azok segítettek a legtöbbet, akik keményen és nyíltan kimondták az igazságot, ami sokszor fáj. Szóval, visszatérve a lényegre, hogy ébrenlét állapotában minden pozitív tulajdonság spontán módon megnyilvánul. Tehát ez az egyik, hogy a spirituális ébredezés, és még egyszer mondom, hogy ezt is tapasztaltam, az mindent tökéletessé tesz. Ez viszont a tapasztalatom szerint elmúlik akkor, amikor nem ébredezünk. Tehát nálam egy ilyen hullámvasút volt, meg jelenleg is tart, és többen, egyen-ketten, azt hiszem, írtátok, hogy nálatok is ez van, és lehet, hogy sokaknál, hogy amikor, tehát, hogy mondjam, tehát amikor spirituális ébredezéssel foglalkozik valaki, úgymond. Tehát, mit tudom én, már sok éve meditál, jogázik, rejkizik, stb. Sok mindent elért az inkarnációjában, sok mindent nem, esetleg, és már nem igazán, nem annyira ezek a földi, emberi célok érdeklik, hanem fel szeretne ébredni a játékból, a Matrixból, és ezzel próbálkozik, akkor sok esetben egy ilyen hullámvasút veszi kezdetét. Úgy látszik. Nálam legalábbis így van. Ami azt jelenti, hogy vannak pillanatok, percek, akár órák, amikor ébredezik. Az ébrenléthez közelebbi állapotban van, tudatállapotban van. És ilyenkor ugye mond bölcsességeket, minden, amit csinál, az jó, vagy hogy mondjam. Tehát szavakban, tettekben tökéletes, vagy ahhoz közelebbi, sokkal-sokkal közelebbi, mint a nem ébredezős tudatállapotában. Akár testileg is sokkal nagyobb teljesítményre tesz szert, vagy nagyobb teljesítményű. Ezt is tapasztaltam. Tehát, hogyha valamilyen sportot űzöl, akkor kipróbálhatod, hogy közben vagy előtte reikizál, anamézál, ébredezel, stb. És lehet, hogy te is akkor ezt fogod tapasztalni, hogy lényegesen nagyobb a sport teljesítményed is. Ha gondolod, akkor nézd meg azt a videómat, vagy hallgass meg, aminek az a címe, ha jól emlékszem, hogy első futóversenyem plusz motiváció. És abban elmondok egy konkrét ilyen tapasztalatomat, hogy milyen hihetetlen mértékben megnőtt a sport teljesítményem. És hát ugye közben rejkiztem, meg anamnéztem. Maga közben, a futóverseny közben.
Jó. Tehát a hullámvasútnak ezek a csúcsai, hegyei, vagy hogy kell ezt mondani, amikor rejkizünk, anamnézunk, ébredezünk, stb. És hát a hullám völgyei pedig az, amikor ezt nem csináljuk. Éppen. Én ezt tapasztaltam. Meg mások is. Amikor elfelejtjük, újra elfelejtjük, hogy kik vagyunk valójában. Testtel azonosítjuk magunkat. Csináljuk a napi rutint. Meg aggódunk a jövő miatt, meg a múlt kísért minket idézőjelben, stb. Stb. Szóval elkap minket a fogaskerék, úgymond, és újra ezt a rohanó, stresszelő, aggódó, nyugati életformát folytatjuk. És egyébként én például olyat is tapasztaltam, nemrég vettem észre, hogy amikor ébredezek, akkor így az életemben, játékomban minden beindul. Olyan dolgok is, hogy például ha rendeltem valamit a netről, egyből ment, mint a karikacsapás. Nagyon gyorsan megtaláltam a megfelelő terméket, nagyon gyorsan írtak, hogy jó van, már küldjük is, nagyon gyorsan ideért, minden rendben volt. Amikor pedig nem ébredeztem, tehát azokban az időszakokban, itt most a közelmúltról beszélek, tehát az elmúlt hónapok, de akár évekről is beszélhetek, mert abban is igaz volt, akkor pedig így rengeteget kerestem a neten, nem találtam meg a megfelelő terméket, ha megtaláltam, akkor is később írtak, hogy hát ezt sajnos mégse tudjuk elküldeni, mert pont most tárgyalunk azzal a céggel, amelyik gyártja, és most akkor nem tudjuk küldeni, meg mit tudom én mi, és most a közelmúltban is volt ilyen. Szóval így egyszerűen minden megállt, megrekedt, visszafordult, visszaküldték a pénzemet, tehát hogy nem küldik ki a terméket, szóval így. És ezt így sokáig nem fogtam föl, hogy mi van itt, mi az Isten történik, hogy mit tudom én, egy hétig minden úgy működik, mint a karikacsapás, utána meg így semmi sem működik, és így minden megáll, és visszafordul, és stb. És ugye erre mondják egyesek, hogy hát rossz napja van, rossz napon van, tehát hogy semmi nem jön össze, stb. El kéne ezen gondolkodni, hogy ennek mi az oka, mert mindennek van oka. Nem? De. Jó, mojit elmondtam, rendelést elmondtam, közlekedés. Na ez meg a másik, ami szórakoztató, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy amikor ébredezek, mindig zöld lámpát kapok. Tehát, hogy így gyalogosan. Tehát most nem a zöld hullámról beszélek, ami autóknál van, hanem gyalogosan megyek, sétáltatom a kutyát, vagy bármi más ügyben megyek, és akkor amint odaérek egy zebrához, pont akkor vált zöldre a lámpa, tehát akkor mehetek tovább. És ez így nagyon komoly, tehát, hogy így. Eszméletlen, hogy még ilyen hatása is van az ébredezésnek. És hogy miért lehet ez? Persze ez akkor nem igazán érdekel igazából. Tehát ezt ugye egy pillanatra tudomásul veszem, és kész, és megyek át az ebrán ezzel a testtel a játékban. De akkor ez nem annyira, nem igaz, ez nem érdekel akkor, ugye? Tehát, hogy mondjam, ez is egy furcsa, vagy furcsának tűnő ellentmondás, vagy ellentmondásnak tűnő dolog, hogy amikor már nem érdekel minket valami, akkor így megkapjuk. Vagy hogy mondjam, van egy ilyen idézet, vagy nem tudom mi, hogy amikor már nem tudom pontosan idézni, de valami ilyesmi, hogy amikor már
nem akarod, akkor megkapod, amikor nem keresed, akkor megtalálod, amikor már nem kergeted, akkor a tiéd lesz, amikor elengeded, akkor veled marad, vagy valami ilyesmi. És ez eszméletlen, hogy mennyire igaz. Még Csernus Imre pszichiáter is mondta ezt az egyik előadásában, meg is mutatta. Volt oda kitéve neki egy kis flakon víz, és meg is mutatta, hogy így a tenyerébe öntött egy kis vizet, azt így tartotta, ugye, hú, de nagynak tűnik így a kezem. Így közelebb van a kamerához. Na, szóval, mint így a fejed. Szóval, belöntött egy kis vizet, és így tartotta, és aztán ugye össze megmarkolta, összeszorította, és akkor ugye kifolyt a víz a kezéből. Tehát, hogy amihez így ragaszkodunk, és foggal, körömmel is meg akarjuk tartani, az pont, hogy nem lesz a miénk. Ezt ő a párkapcsolatra hozta fel példának, azt hiszem. Tehát, hogyha valakibe így foggal körömmel kapaszkodunk, és sajnos tudok is egy esetről, az egyik ismerősöm, lány ismerősöm mesélte, hogy véget ért a párkapcsolata, és kérdeztem, hogy miért, hogyha ha nem vagyok indiszkrét, és mondta, hogy azért, mert a párja már annyira ragaszkodott ő hozzá, és annyira nyomult, és mindig vele akart lenni, meg minden, hogy már ez elkezdte őt taszítani. És ezért véget ért a párkapcsolatuk. Tehát, vagy mondok egy idézetet ugyanerre, hogy a madár, madárka, akkor szép, ha repül, nem akkor, ha kalitkába van zárva. És hát ez az igazi szeretet. Hogyha valakit vagy valamit nem birtokolni akarunk, hanem arra vágyunk, hogy boldog legyen, szabad legyen, és ez nagyon fontos. Ezért ellentmondásos a... Tudom, hogy most eretnek dolgot mondok, de a megházasodás a mai értelemben, tehát, hogy gyűrűt húznak egymás ujjára, magyarul megbilincselik egymást, papírra leírják, ugye házassági szerződés, házasság kötés, tehát köteléket, egy kötést hoznak létre. És hát megfigyelhető, hogy több ilyen esetről tudok, hogy egy jó párkapcsolat évekig, sok évig akár jó volt egy párkapcsolat, utána összeházasodtak, és hónapokon belül véget ért a párkapcsolat. Hát ezen is el kéne gondolkodni, hogy miért. Ugye összekötötték egymást, és ez ugye ellentétes hatást váltott ki. Ha valamit erővel akarunk ugye összekötni, meg megtartani, meg kapaszkodni bele, meg stb., akkor megjelenik egy ellenhatás. Ugyanúgy régi példa, hogy próbáld meg, hogy nyomod a falat, ezerrel nyomod, minél nagyobb erővel nyomod, annál nagyobb erővel nyom vissza téged a fal. Tehát annál jobban fáj a kezed, érzed, hogy nyomja a fal. De hát ugye a házasság szentsége, meg a nem tudom micsoda. Hát kérdem én, hogyha egy jó egy párkapcsolat, akkor minek azt összekötni? Minek egy gyűrű? Minek az, amit sajnos rengeteg fiatal csinál most, hogy ilyen lakatra rávésetik a nevüket, vagy ráírják alkoholos filccel, és oda lakatolják ezt a lakatot egy kerítéshez, vagy korláthoz, vagy valahova a városban. Kérdem én, hogyha jó egy párkapcsolat, akkor minek kell ez a mágia? Hogy félelemből születik ez a dolog, hogy akkor kössük össze egymást egy lakattal. Ha működik, az a baj, ha nem működik, akkor meg minek? Na mindegy. Mindegy, hát mindenki azt csinál, amit akar, az egész egy nagy játék. És hát visszakanyarodtunk a tapasztalathoz, hogy ezért is a tapasztalat a lényeg. Hogy mit tapasztalsz te. Mert igazából ezek se bajok, semmi se baj szerintem.
ami ugye szintén egy ilyen kicsit eretnek mondat. Mert ugye a vatikáni tanítás szerint létezik a jó és a rossz. Ugye a jó Isten, meg a rossz Isten, ugye amit sátánnak neveznek. Persze hát ugye felmerülhet az a kérdés, hogyha az Isten mindenható, akkor miért hagyja, hogy a sátán létezzen, akkor miért nem csettint egyet, aztán megszűnik a sátán, meg a pokol, meg a rossz. Na mindegy, szóval, és ez, hogy mondjam, tehát ez a dolog, hogy a jó és rossz harca, ez ugye mai napig megjelenik filmekben, meg minden, és ez az a probléma, azon túl, hogy nem is igaz, mert nincs igazán rossz, meg gonosz, meg sátán, meg stb. És Jézus nevű inkarnáció is ezt tanította igazából, hogy az eredeti tanításában így szerepel szó szerint, hogy nincs bűnös, csak tudatlan, akit meg kell tanítani. És nincs gonosz, csak beteg, akit a szeretet gyógyíthat meg. És ezt te is érzed, hogy ez mennyivel igazabb, és mennyivel igazabb, mint az, hogy hú, jön a sátán, az ördög, és akkor megkísért, és szóval rossz gondolatok, meg minden, és állj ellen a sátán kísértésének, és járj a templomba, és legyél Isten félő. Na jó, be is fejeztem. Istenem. Szóval, honnan indultam el? Tehát ez a jó és a rossz harca egyrészt nem igaz. Másrészt az vele a probléma, hogy mindenki a jókhoz sorolja saját magát. Fehérnek és feketének látja a világot. Hogy vannak a rosszak. Én meg vagyok a jó. Ugye mindenki a jókhoz sorolja magát. Hát most nyilvánvaló. De megkérdezném akkor ezektől az emberektől, vagy tőled, hogy sose követsz el hibát? Sose bántottál meg senkit, akarva, akaratlanul? Sose csináltál olyat, ami akár még jó szándékból is volt, de negatív volt a következménye? Mindent tökéletesen csináltál eddig az inkarnációdban? Nem. Követtél el hibákat, bántottál meg embereket. Akár még testileg is, de lelkileg biztosan. Akkor te most a jókhoz tartozol? Vagy a rosszakhoz? Mert hogyha ilyen lenne a világ, a Matrix, hogy vannak a jók, meg a rosszak, akkor semmiképpen nem sorolhatnád magadat a jókhoz. De igazából a rosszakhoz sem, mert vannak pozitív tulajdonságaid is, és csináltál sok jó dolgot, okoztál sok örömet másoknak, csináltál jó dolgokat, mondtál bölcsességeket, stb. Mindenki mondott, ha más nem, akkor kisgyerekként, amikor még normális volt. Amikor még normálisak voltunk. De hát ugye jöttek a felnőttek, és megmondták, hogy ez csak egy kisgyerek. Beszél itt össze-vissza. Na jól van, befejezem ezt a videót. Hát nem tudom, hogy mit mondjak zár szóként. Semmit. Legyetek jók, ha tudtok, vagy csináljátok, amit akartok. Sziasztok! Ja, és egy fontos dolog most jött. Most jött, hogy az Isten, a valódi Isten, az Isten én, a végtelen egy, az végtelenül szeret titeket, teljesen függetlenül attól, hogy mit csináltok.